Szoros köztetek a kapcsolat. Jól megértitek egymást. Ígérjetek meg valamit. Bármi is legyen az. Keljetek majd egybe, és legyetek olyan boldogok, mint én apátokkal. Az örök létben való feltámadás biztos reményében, a mi Urunk Jézus Krisztus által, a mindenható Úristen kegyeibe ajánljuk szeretett testvérünket, Caroline. És ezennel végső nyug helyére fektetjük halandó testét. Földet a földnek, hamut a hamunak, port a pornak. Drága Urunk, imádkozz érette, és áld meg az ő lelkét. Kegyelmes Istenünk emelje reád ragyogó orcáját. Nyugodj békében. Ámen. Ámen. Hiába szembesültem oly sokszor a halállal. Megtartottam anyámnak tett ígéretemet. Jó utat, fiam. Hadd legyünk büszkék rád. Úgy lesz, apám. Hogy mindig eszedbe jussak, Viktor. Minden nap írnod kell. Minden órában. Kocsis! Harry, te meg mit művelsz? Én veled tartok! Az egyetemre? Mit szól ez az apád? Pokolba a begyöpösödött vén emberre. Jár nekem is az általános műveltség. Hajtson! Úgyhogy nekivágtam a hosszú útnak vágyakkal és reményekkel terve. Álmomban sem hittem volna, hogy Balsós leselkedik rám. Segítsetek! Jóságos ég. Látta valaki? Nem. Túl vastag lett a köd. Állítsunk fel őrséget. Fegyverezze fel a legénységet. Tilos elhagyni a hajót. Senki sem szállhat le. Ember ilyet nem tesz. Akkor meg micsoda? Ki vele? Ingolstadt, Németország. Megjöttünk! El se tudom hinni, végre ide értünk! És most mit csinálunk? Kihívjuk magunk ellen a sorsot, Harry. Mese szép. Tökéletes. Negyedik emelet. Ötödik. Köszönöm. Köszönöm.
És íme a konklúzió. A tudományág korai tanítói lehetetlen dolgokat ígértek, arancsinálást, az öröki fiúság varázsitalát, de nem alkottak semmit. A modern tudományok mesterei sokkal kevesebbet ígérnek, viszont a tudósok, kiknek látóköre csupán a mikroszkópok lencséig és kémcsövekig terjed, mi tagadás véghez vittek néhány igazi csodát. És mi jöhet ezek után, tesszük fel a kérdést, talán önök köztül, aki már tudja erre a választ. Aki szerencséjére még fiatal és energikus. Mára befejeztük. Menjünk, professzor! Professzor! Vádám professzor úr, én Viktor Frankenstein vagyok. Maga elkésett. Igen, tudom, elnézést kérek, ez az első napom. Reméljük nem az utolsó. Viszlát, professzor úr. Megragadnám az alkalmat, uram, hogy elmondjam, mennyire tetszett az előadása. Örülök. Mindig is úgy véltem, a tudomány ajtót nyit az ismeretlenbe, kulcs, mely a természet titkainak nyitja. És úgy érzem, birtokában vagyok némi tehetségnek e téren. Emellett abban bíztam, titkon reméltem, hogy ön majd hajlandó lenne korepetálni. Nos, igazán megtisztelő egy ilyen lelkes nebulót tanítani, amiből azt feltételezem, hogy a lelkesedése párosul szorgalommal és tettel. Hogyne, természetesen. Engem minden érdekel, de különösen a fizika és a kémia. Tanulmányaimat a puszta tudásra szeretném alapozni. Az emberből meglehetősen felületes tudós válna, ha csupán néhány tantárgy előadásait látogatná. Ha valóban igazi tudósnak akarja vallani magát, nem csupán egyszerű kísérletezőnek, akkor azt kell javasolnom, hogy hallgassa az összes tantárgyat a természettudományokból, beleértve a matematikát. Sok tudnivaló van, Frankenstein, rengeteg tudnivaló. Voilà. Köszönöm. Csak gondolj bele, a bölcselkedésben nem juthatunk tovább, mint elődeink. Nincs semmi új, viszont a tudományban a felfedezés a lényeg. És mihez kezdesz az újonnan felfedezett dolgokkal? Új módszer dolgozok ki. Felfedem a teremtés legféltettebb titkait. Jó reggelt! Három levél Elizabeth-től és kettő az apámtól. Azzal riogat, hogy kitagad, ha nem hagyok fel ezzel a nevetséges virtuskodással. A virtuskodás erős szó. Tűzre vele. Azt nem mond, hogy egész éjjel fennmaradtál olvasni már megint. Döntésre jutottam, Harry. Hogy megehetem az összes rétest? Hogy a kémiának szentelem az életemet. A természet rendjének. Nem Elizabethnek szenteled az életet? Elizabeth? Kérem, idd vele! Kedves Viktorom, nem sok változott, mióta elmentél, de mégis rengeteg minden. Atyánkat leköti az üzlet és a befektetés, míg én Justinnal vezetem a háztartást és a konyhát. Williamről csak annyit, hogy egy vásott kis ördög. Sárkány tereget, fára mászik, mindenkit le tud foglalni, és minden érdekli, csak a tanulás nem. Annyira hiányzom, hogy az már kézrettegés. Az emberi test létfontosságú szervei közül melyik
a legfontosabb szervünk. Frederik? Bizonyára a szív, hisz az pumpálja a vért. Herr Frankenstein? Szerintem az agy a legfontosabb szerv. Vajon miért az? Mivel az agy az idegközpontunk. Ott fut össze a több milliónyi apró idegszálunk, melyek minden szervünket összekötik, így működtetve szervezetünket.